Schiffer Andrással kezdjük 7 óra után a startot, illetve hát folytatjuk igazából. Jó reggelt kívánok, az LMP társelnökeként. Hát nyilván van arról véleménye, hogy azzal akarnak LMP-sek Európai Parlamentbe jutni, hogy az ingyenes fájcserélést és annak legalizálását ígérik a fiataloknak. Ez még mindig jobb, bár a fiatalok ugye azt mondják. Hát bár azért nem csak a fiatalok, persze, ugye ma már. Az Európai Zöld Párt az elmúlt 5 évben is fölvállalta egyébként a kalózok képviseletét, tehát a kalózpárti képviselőnő ott ült a Európai Zöldek frakciójában, ami 2009-es európai parlamenti választási programunkban is benne volt, a magáncélú fájcsere legalizálása, tehát ebben igazából semmi újdonság. De ez most kerül elő itt az utolsó pillanatban ebben, hát a kampányban. Múlt héten mondtuk el egy EGRI sajtótájékoztatón. És mit szóltak? A sajtótájékoztatón? Lejegyzetelték az újságírók. Nem volt kérdés? Hogy miközben az egész világ hát ezzel szemben megy, önök ezt miért pártolják? Utána interneten nagyon sok pozitív visszajelzés jött, és számunkra ez egyenesen következik egyébként egy ökopolitikai pártnak a küldetéséből, hiszen mi nem csak a Magyarország ülésben, az Európai Parlamentben is egy olyan politikát szeretnénk folytatni, hogy a közjavakhoz, a kulturális javakhoz minél szabadabban és minél egyenlőbben férhessen hozzá mindenki. Jó, hát ez felveti a finanszírozás kérdését, ha viszont ingyen jut hozzá mindenki, akkor ki fogja finanszírozni az alkotások létrejöttét, de ez hát messze vezető másik kérdés. Ettől még vannak más olyan cselekmények, aminél bőven lehet jogdíjat fizetni, és egyébként pedig a jogdíj kiosztásnak az átláthatósága az, ami számunkra igen lényeges Magyarországon is. Hát azt nagy ügyekben is, kis apró pénzekben is sokan kérik és követelik, amennyire tudom, például a zenei szakmában is. Az LMP törvényjavaslatban kezdeményezi, hogy a megbízatásuk kezdetén is és a végén is a képviselők kötelezően vagyonosodási vizsgálat alá vessék magukat. Van konkrét ugye, mi miatt ezt javasolják, vagy ez hát egy általános elv? Hogy nem, itt egy választási ígéretünket tartjuk be. Februárban, amikor kipattant a Simon ügy, én szerintem az ügy keletkezését követő a második órában én az Országházban elmondtam, hogy a megoldás az nem az, hogyha most a választási kampány, illetve a választási kampányok azzal telnek, hogy kikinek a számláját meg házát nézegeti, hanem tiszta vizet kell önteni a pohárba, és egy olyan intézményes garancia kell, hogy megszűnjön az rengeteg embert felháborító helyzet, hogy 10-20-25 éve viszonylag fiatal, meg kevésbé fiatal politikusok, de olyan emberek, akik világéletükben közpénzből, közmegbizatásból éltek, hirtelen fölhúzzák a másik, harmadik csodapalotájukat, az első, másik, harmadik meseautót cserélgetik. Én azt gondolom, hogy a korrupció ellen hatékonyan akkor lehet fellépni, hogyha vannak olyan garanciális szabályok, amik egész egyszerűen nyomon követhetővé teszik, de látja, hogy Simon Gábor házi őrizetben van, majd meglátjuk, hogy mi van. Meglátjuk. De itt van a Rogán, ugye, ami azóta kipattant, és ami azóta nem is ügy. Tehát közben kiderül, hogy nem történik semmi, hát nem beszél róla már senki, miközben folyamatosan nő a lakása. Rogán Antal maga kért vagyonosodási vizsgálatot maga ellen, azt is megígérte, hogy a vagyonosodási vizsgálat eredménye az nyilvános lesz. Hát mi tulajdonképpen segíteni szeretnénk Rogán Antalnak, én nagyon remélem, hogy a Fidesz meg fogja szavazni ezt a javaslatunkat, és akkor mondom még egyszer, tiszta víz kerül a pohárba, nem csak a megbízatás keletkezésekor és megszűnésekor, hanem hogyha olyan körülmény merül fel, ami kétségessé teszi, hogy a vagyona valakinek kizárólag a bevallott jövedelméből ered, lefolytatják ezt a vagyonosodási vizsgálatot, és akkor mindenki világosan láthat, és senki nem keveredik alaptalanul ugyanúba. Azt láttuk, hogy mennyit ért az MSZP-nél a házon belüli vagyonvizsgálat, vagy vagyonnyilatkozat, ugye Simon Gábornak is, mint minden MSZP-s képviselőnek kellett egy ilyet tenni, lényegében hát semmit. Önöknél van ilyen az LMP-nél? Minden esetben, amikor valaki képviselőhelyre jelentkezik, ez így volt, tavaly nálunk ez a folyamat tartott, azt hiszem júliustól, hogy lehetett jelentkezni egyéni indulónak, mindenkinek számot kellett adni arról, hogy egyébként többek között milyen vagyoni helyzete van. De ellenőrizni önök sem tudják, nincs, mint hogy nyilván Mester az Attila sem tudta ellenőrizni a sajátjainál. Egy alapítványnak nincs erre jogi eszköze, na de ezért mondjuk azt, hogy az egy dolog, hogy a pártok ezt hogyan intézik el házon belül, viszont az állami szervek, mint az állami szemvőszéket tartanak még a legszerencsésebbnek ebben az esetben, de jelenleg ugye az adóhatóságnak van ebben monopóliuma, hogy vagyonosodási vizsgálatokat lefolytasson.
meghatározott esetekben világossá teszik minden állampolgár számára, hogy az adott polgármesternek, az adott parlamenti képviselőnek, miniszternek a vagyon, amiből van. Tehát ezt a bohóckodást be kéne fejezni, ami most már megy 15-20 éve, hogy egyszer csak valaki főránt egy palotát, egy miniszteri vagy egy polgármesteri fizetésből, megy a hazudozás meg a hadóvállás, hogy ő most örökölt, vagy nyert a lotton, vagy én nem tudom micsoda, spórolt és nem evett egy éven keresztül. És adott esetben nyilván olykor megvádolnak ok nélkül is biztos politikusokat. Én azt gondolom, hogy az a tiszta helyzet, hogyha az állampolgárok tudhatják azt, hogy meghatározott időszak elteltével láthatják, hogy az a palotta, vagy az a meseautó, vagy az a bankszámla, az a vadásztúra, az miből lett. Szerkesztőnk Borog Barbara felhívta a figyelmet a mennyasszony táncra, mint az egyik hivatkozási alapra, ami szintén előkerült. Ez még a legvidámabb. Hát akkor tessék azt beírni, és aztán majd nyilván az adóhatóság, vagy a számbevőszék, meg a kíváncsiskodó honpolgár majd eldönti, hogy ez mennyire reális. Hát jól sikerült, mennyasszonytánc volt. Adott egy interjút a Németh Die Weltnek, és hát egy része az interjúnak a Jobbik előretörésével foglalkozik, és annak magyarázatával. És abban érdekes módon alapvetően a baloldalt vádolja a Jobbik megerősödésével, miközben a baloldal folyamatosan egy Orbán vona, egy Fidesz-Jobbik párhuzamot és kapcsolatot mutat és keres. Nem egészen, meg nem is egészen erre tették fel a kérdést, vagy tette fel a kérdést a német újságíró. Én annyit mondtam el, hogy, és ez nem konkrét politikusok vagy pártokkal szembeni vád, hogy a szélső vagy a populista jobboldal szerte Európában akkor tud megerősödni, hogyha a globális kapitalizmus válság jelenségeire nincsen egy másik ajánlat. Tehát én annyit mondtam el, hogy addig, amíg, és hát ez jellemezte Magyarországot 20 éven keresztül, hogy a magyar új kapitalizmus problémáit azt egész egyszerűen tabusították. Nem lehetett arról beszélni, hogy milyen rendszer problémák okozzák azt, hogy több millió ember végletesen elnyomorodik. Nem lehetett arról beszélni, hogy a 90-es évek privatizációja micsoda igazságtalanságokat halmozott fel, akkor gyakorlatilag ezeknek a témáknak a felvetése az átkerül a populista jobb oldalra, még akkor is, amikor még nincs is ilyen párt. Én ennyit mondtam, és azt mondtam el természetesen, hogyha Magyarországon a 90-es években lett volna egy valódi radikális baloldali politika, akkor nem lett volna szélső jobb oldal. Ezért mondja álbaloldalnak a baloldalt? Hát természetesen, hát az a politikai erő, vagy azok a politikai erők, akik kormányon egy neoliberális politikát követnek, magánosítanak mindent, ami útjukba kerül, megszorítások politikáját folytatják folyamatosan, hát azokat alig ha lehet baloldalinak nevezni, már ha bármit is jelent ez a kifejezés történeti vagy globális értelemben. Hát történetileg többet valószínűleg, mint most a gyakorlatban, de ez egy más kérdés, ez a baloldal, jobb oldal, erről politológusok vitatkoznak, ebben nem menjünk bele igazából, ez már egy ideje múlt a meghatározás lenne. Azt mondta, hogy nem Brüsszelnek, hanem nekünk magunknak kell megoldanunk a problémáinkat. Akkor az LMP számára mi a tétje a mostani vasárnapi választásnak? Az, hogy túl a konkrét belső problémán, tehát akár a jelenlegi kormány társadalom politikáját, az önkényuralmi törekvéseket illetően, azt is látni kell, hogy egyre több olyan kérdés van, ami valójában nem nemzetállami kereteken belül dől el. Tehát az, hogy az egy dolog, hogy Orbán Viktor versenyre akar abban kelni, hogy kinyeri meg a lefelé tartó ár- és bérversenyt, de az igazi megoldás az mégiscsak Brüsszelben, illetve a globális fórumokon van. El tudjuk-e azt érni, hogy Európában van mondjuk egy egységes minimálbérszabályozás, van egy egységes munkajogi szabályozás, van Európában egy egységes sztrájkjogi szabályozás, mert az szűkíti az olyan kalandor neoliberális miniszterelnökök mozgásterét, mint Orbán Viktor. A globális szintéren pedig nem Magyarország, hanem az Európai Uniónak van egyáltalán esélye arra, hogy fellépjen annak érdekében, hogy mondjuk ne lehessen szabadon elvinni európai cégeknek a gyártó telepeiket olyan országokba, ahol van gyerekmunka, ellenben nincsen környezetvédelem. Azért, hogy legyenek kemény munkajogi, munkaügyi, környezetvédelmi rezsimek az egész földön, ezért legfeljebb az Európai Unió tud hatékonyan tenni, Magyarország az érdekeit ennyiben pedig az Európai Unión keresztül tudja képviselni. Ezért nem mindegy az, hogy milyen képviselőket küldünk vasárnap az Európai Parlamentbe, mert hát azt lehetett látni az elmúlt 5-10 évben, hogy az európai zöldek az egyetlenek szinte, akik nem nagy cégek kiáró emberei, nem nagy hatalmak kiáró emberei, hanem éppenséggel az itt élő munkavállalók,
meg az európai természeti örökség érdekeit védik. Így is kérdeztem volna, hogy ha valaki akar, miért szavazzon az LMP-re, de most voltak éppen elmondta a program lényegét. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Szépen.